Többek között a trombitát is megismerhették a Nebulók a Tamási Alapfokú Művészeti Iskola hangszerbemutatóján. Az általános iskola alsó tagozatosait azért hívták meg, hogy megismerjék a hangszereket, amelyeket az intézmény kínálhat számukra, ha zenét tanulnának, tudtuk meg az intézmény vezetőtől. Nem mutattunk be minden hangszert, de ugye volt zongora, ami elég közismert, ugye voltak fafúvós hangszerek közül, fecsendőt a fuvola, a klarinét, szaxofon, és a részfúvós hangszerek közül a trombita, a vadászkürt, a tenorkürt és a tuba, de ezen kívül, amit azt hiszem, hogy ma nem hoztunk el, az a dob volt, tehát az ütőhangszerek és a gitár, amik úgy gondolom, hogy elég közismertek, meg népszerűek is ahhoz, hogy azt most bátorkodtunk kihagyni. Általában dobra, tehát ütőhangszerre és gitárra túljelentkezés van, és általában valamiért mostanában a fúvós hangszerek annyira nem népszerűek. Ez is volt most a célunk, hogy egy kicsit népszerűsítsük ezeket a hangszereket. Miután a szülők kitöltötték a jelentkezési lapot, ezzel jelezve az intézmény számára a gyermek zenetanulási szándékát, egy dolog vár még a leendő növendékekre. Van egy ilyen felvételi meghallgatás, ahol egy picit tapsolni kell, hogy lássuk, hogy esetleg milyen ritmus érzéke a gyermeknek, el kell énekelni egy népdalt, hogy egy kicsit azt is lássuk, hogy milyen a hallása, vagy milyen alapkészségekkel rendelkezik, és akkor tulajdonképpen ezek után eldől, hogy megfelele így az alapkritériumoknak, vagy sem. Talában fel is szoktuk mérni az adott diáknak a képességeit, mert ugye nyilván az sem mindegy, hiába akar valaki, teszem azt, tubázni, hogyha nincsen meg ahhoz a fizikális készségei, vagy esetleg a fogsora nem olyan. Aztán ugye említettem itt, hogy azért van egyes szakokra vagy hangszerekre túljelentkezés, azokat próbáljuk egy kicsit más irányba terelni, vagy más lehetőségeket biztosítani neki. Úgyhogy így módon azért néha mi is így bele szoktunk úgymond szólni ebbe a választásba. Most működünk egy pedagógus létszámmal. Most általában ilyen május környékén próbáljuk felmérni, hogy mi várható a következő tanévre, és annak függvényében próbáljuk most ilyen jelentkezőket terelgetni ilyen olyan irányba. A fúvós hangszerek közül a furulyát nem hozták el a bemutatóra, hiszen ezt majd minden gyermek ismeri, de ez a hangszer egy fontos lépcsőfok. És általában azt szoktuk javasolni, hogy egy vagy maximum két évet kell furuljázni, mielőtt valaki a fúvós hangszert választja, de megmondom őszintén, hogy én nem furuljáztam, pedig trombitás vagyok. Ennek viszont az oka, hogy én viszonylag későn, tehát negyedik osztályos koromban kezdtem el zeneiskolába járni, és akkor viszont már úgy ítélték meg az akkori tanáraim, hogy nem kellene azzal vesztegetnem az időt, hogy még furuljázok, hanem akkor egyből trombitán kezdtem játszani. Tehát ez életkor függő is. Az iskola délutáni oktatásában szerepel a szolfézsóra, amely elengedhetetlen a zenetanuláshoz. Azt mondhatnám, hogy ez egy felturbozott énekórának felel meg, tehát a gyerekek énekelnek, tapsolnak, zenét hallgatnak. Igazából ugye ahhoz, hogy valaki hangszeren játszon, jó sok mindennek össze kell állni a fejbe, tehát meg kell tanulni kottát olvasni, meg kell tanulni hallani bizonyos dolgokat, és ehhez talán egy kis segítséget nyújt a szolfézs, ami való igaz, hogy nem egy népszerű tantárgy, de viszont nagyon hasznos. Hát egy héten kétszer fél óra hangszeres óra van, és kétszer háromnegyed óra az, ami a szolfézs. Hogyha valaki esetleg ugye zenépályán akar tovább tanulni középiskolába, nála egy kicsit magasabb az óraszám, illetve általában aki eljut a harmadik, negyedik évfolyamig, ott már azért szoktunk ugye kamarazenét is javasolni, illetve zenekari gyakorlatot. A zenetanulásnak a lényege, illetve az, hogy sok mindenre tanít, egyrészt arra, legfőképp arra, hogy a kitartásra. Tehát igazából itt a rendszeressére próbáljuk egy kicsit nevelni a gyerekeket. Tehát az ideális az lenne, hogyha minden nap elő tudná venni a hangszert. Még hogy csak 5-10 percig találkozik vele, azt gondolom, hogy az már egy elég elegendő időnek kell lennie ahhoz, hogy megfelelő ütemben tudjon fejlődni. Nyilvánvalóan azért ez nem ideális, tehát az ideális az inkább egy ilyen fél óra lenne, de tulajdonképpen itt a rendszerességen van a hangsúly. A diákoknak május 20-áig van lehetősége leadni a jelentkezési lapot az intézményben.